Ma van a nagy nap, úton vagyunk az orrműtétemre, anyukámmal hátul, Ati vezet. Aki esetleg lemaradt volna az előző videómban, ott részletesen kifejtem, hogy miért döntöttem így, akit esetleg az érdekelne. Egészen izgulok, de egyébként nem annyira, mennyire számítottam rá, jó a társaság, és így néz ki az orrom minden irányból. Szóval ez lesz az ágyam, itt van anya. Ezt kell majd kitöltenem, de lefordítottam, mert anya már ráírta az adataimat. Ide jön majd egy csajszi hozzám. Készítem az utolsó pizzokat. Kövessetek be TikTok alátjátok, ezt nem vagyok. Szóval ez a műtét look. Van egy ilyenem is. Már beszéltem az anesteziológussal és a műtős bácsival is, és mindketten nagyon rendesek voltak. Most fog bejönni a doktor úr, hogy megbeszéljük, hogy pontosan akkor még mit szeretnék változtatni az orron, de egyébként nagyon tetszik a tervez, úgyhogy körülbelül semmit. Még ő is egy picit megnyugtat, és akkor showtime, mam. Legyengültem? Hogy legyengültem? Jó, ezt meg kéne jegyezni, ezt a viccet. Jó, hát akkor legyengültem. Persze, hogy fáj, elmúlik, azért kell aludni. Aludjál, kérlek. Mondjál valamit. Ha? Szeretlek. I love you, mom. Szeretlek, kicsikém. I love you, mom. Lassan egy órája túl a műtéten. Alszik a drágám. Még nem lehet. 2 órával a műtét után. Hát durván 3 órával a műtét után, mazsikám. Egyre jobban van. Egyre jobban megy ki az altatásnak a hatása, ami egy kicsit megviselte, de minden látszat ellenére jó hangulatban van. De reggel jövök érted, kicsi. A tegnapi fájdalmat azt egy olyan 7,5-re értékeltem, viszont éjszakára lement egy olyan 10/4-5-re, mert már csak azt éreztem, hogy így be van dugulva az orrom, és inkább ilyen kellemetlen, feszítő érzés volt, mint az, amit tegnap éreztem, hogy mintha felszökött volna az orromba a víz, és akkor az egy pillanatra ugye nagyon fáj, csak az így konstans, azt éreztem tegnap. De ez éjszakára elmúlt, és nem is jött vissza. Most azért mondanám inkább egy 5-ösnek, mert ezt az orrjukamat elkezdtem érezni, és ez most így fáj, ezt a jobb oldalit. Viszont elvileg az orrom végének érzéketlennek kéne lenni legalábbis, nagyon sok lány azt mondta, hogy nem érezték az orruk végét. Én megérzem. Úgyhogy az jó. Oké, úton vagyunk haza. Most megállt a gajaik nekem. Gyógyszert venni. 10-ben. Nézi megismert, úgyhogy ennek neked örülök. Most bandzsa vagyok, vagy nem? Mazsikám, te kérsz kápiók, a pudingot, ilyesmit? Fúj, dehogy is, nagyon rossz volt. Itthon vagyok. Vettünk fagyit üresen, és anya ad nekem túró,
túrós táska katonákat, ami nagyon finom. Köszi. Így néz ki arom. Oké, szóval most vagyunk a második napon végén. Ez annak számít. Annyira nem emlékszem, hogy mi volt ma. Hazajöttünk, éhes voltam, az jó volt. Tettem túrós batyut, és az annyira jól esett, meg a ti vettekem fagyit. Azt gondoltam, hogy ez a bal szemem, ez teljesen be fog csukódni. Most azt gondolom, hogy most meg már jobb. Jobb. Határozottan jobb. Lement a lilulás a szemettől nagyjából ahhoz képest, ami jól nézed. Amit egy kis mink lenne egy kis. Ati keregeti árnikával a szememet. Azt mondta a doktor úr, hogy az első éjszaka a legrosszabb, azt ki kell bírni. Én még így hozzácsapnám ezt a napot is. Tegnap kifejezetten fájdalmai voltak. Tehát tegnap, amíg benn voltam a kórházban, az ott fájt. Ma meg ilyen nagyon kellemetlen, de ez már a tegnapihoz képest nem fájdalom. Szóval nagyon rapidan jobb, ahhoz képest, ami tegnap volt. Menjünk sorozatot nézni. Hú, de szép vagyok, erről miért nem szóltatok? Ti taggódtok, hogy milyen a hajatok, azt én hogy nézek ki, figyelj, nézik. Tényleg olyan az arcod, mint Katának amúgy. Meglátogattak a barátaim! És Zsófi is ma reggel, csak akkor szarul voltam. Már sokkal jobban vagyok, mint tegnap. Zöldes. Leukott! Igen. Te vagy a Priti. Mert ő azt hitte, hogy az ő... Ilyen pincul lesz, mint a tiéd. De nézd már ott. Ott fosták össze. Tényleg a Wolfinek milyen pici arra van. Ez ennyi... Júj! Itt van mézike. Azt tuki kis mézike. Lóba. Ja, hoppá. De rögtes. Mama! Nini, most már normalizálódjunk. Kiszakad a orrodból a izé, baszki. Mennyi van ilyen bárhoz. Segíts, Zsófi, meg tényleg azt gondolja, hogy kiszakad, nem mondj, mert én nem fog kiszakadni. Szóval... Na. Nézi, most már tényleg menj le! Miért küzdöd le? Üdös a szája, és itt csak nevet a gazda. Nevet gazda? Mit nevetsz rajta? Nem bírom a smiling-nek. Szóval láthatóan sokkal jobb kedvem van, mint tegnap volt. Most a röhögéstől... Tegnaphoz képest ég és föld. Tegnap még tiszta kótyagos voltam. Elaludtam, felébredtem, ha jöttek látogatóba is, akkor is nem nagyon tudtam ébren lenni, vagy beszélni is fájt, nem volt jó. Ha meg jöttek a barátnőim, jó kedvem van, pakoláztam is, Katának főztem egy kávét is. Ma már nem mondanám, hogy fáj bármi is. Nem fáj semmi, csak ilyen diszkomfort érzetem van, vagy hát nyilván azért ez így nem olyan kellemes, de a mai fájdalmat azt ilyen 10 per 2-re becsülöm. Szuper, minden este nem mutatom nektek, hogy miket csinálok, hogy tisztán tartsam a sebet. Elegánsan megvalósítod tervedet. Elegánsan megvalósítom a terveimet? Nem. Mézi olyan cuki, mert képzétek el, nem bántja a kötésemet. Igen, az órát nem is nyúl hozzá. Igen. Mert tudja, hogy... Fáj neki. Fáj neki. Puszi? Jaj! Az az orrom volt. Ez pedig az én fejem. Így vigyázz. Jaj, megijedt! Fültisztító pálcika. Kitisztítjuk. Jön ez a masina, ami egy orsziporszi, és most csak ennek a kis videónak a kedvéért kitakarítottam, mert amúgy ez tele van olyan dolgokkal, amit nem akartok látni. Így kiszívom, itt ki kell szívnom az orromból. Egy-egy pupban az imin 3 óránként, és akkor ezzel így átkefélem a szempilláimat, hogy ne ragadjanak össze, mert ugye kenegetem az árnyikával, kellemetlen, ha összeragad, úgyhogy így újabb fölpiszkálóval kitörlöm a szám. Ezt anyától csortam egy kis Carmex. Új,
Isten! Így nézek ki, most már sárga vagyok teljesen. Ezt a napot teljesen fájdalommentesre mondanám. Ez már tényleg csak kellemetlen, vagy kényelmetlen, vagy idegesítő, hogy így be van dugulva az ember orra meg. Ugye fel van dagadva a szem, meg az arcom is szerintem. Kivéve a fejelést, az fáj. De azon kívül ez a harmadik nap, és ez már tök jó lett volna amúgy. Úgyhogy negyedik napra csúszik, remélem a teljesen fájdalommentes napon. Várom! Negyedik napon vagyunk, most ébredtem fel, így nézek ki, 100%-ig fájdalommentesen létezem, úgyhogy ez már nagyon jó, a headbanggel és fájdalmat sem érzem már ma. Az egyetlen dolog, ami már rossz, hogy ugye nem ásott ide, amit ti is láttok, az ödémásodás, és még pocok fejük vagyok, mint tegnap. Látod? Így erre fele húzódik az arcom, ami kicsit kényelmetlen, de tényleg maximum az. Az első egy-két napot kellett így kibírni, és azon kívül teljesen vállalható amúgy. Csak most csavarja az orromat egy kicsit az imént, és ilyenkor annyira így azt csinálnám, hogy tudod, így megfognám, vagy kifújnám, mert nem lehet, és ez Viszont ma reggel igen komolyat termeltem a nózibúba, az orsziporsziba, úgyhogy az is nagyon satisfying volt, hogy így szívtam, és így jött belőle minden. Na jó, ez az első napom egyedül itthon, illetve nem vagyok egyedül, mert jön majd a Gréti meg az Adri is, de Ati hagyott nekem teát. Aminek tegnap az első kortynak éreztem az ízét, képzeljétek el. Tegnap éreztem először egy korty erejére ízt. Nem tudom, mit fog csinálni, szerintem vízszintbe rakom magam, illetve hát ugye ülő helyzetben vízszintbe rakom magam. Ma van péntek, azaz az ötödik nap. Szia, Mézi! Tegnap, miután bejelentkeztem hozzátok reggel, ettem ebédre egy kis főzeléket, és azt éreztem, hogy megfájdult az arcom, meg a fejem a rágásba. Ezt gondoltam, de nem ez történt, nyilván. De konkrétan déltől este 11-ig aludtam, és rájöttem este, hogy migrénem van. De elmúlt mára, most megint azt mondom, amit tegnap mondtam, hogy nagyon jól érzem magam reggel, csak most azt mondom, hogy maradjon is így. Terveim közt áll ma egy kicsit dolgozni, óvatosan megpróbálok pakolászni. Eddig azzal telt a napom, hogy TikTok videókat nézegettem elhagyatott várakról, meg kastélyokról, úgyhogy összeszedtem magam, csináltam magamnak egy jó kis teát, ez még a zöld kajás videómból van. Kitakarítottam a konyhát, meg lepakoltam egy adag mosást, amiben egyébként jól el is fáradtam, mert 4 napja ugye fekszek, és semmit nem csinálok, pedig egész nap feküdni nem szabad, sétálgatni lehet, kell is, ez a záró jelentésem. És ha már itt vagyok, megmutatom nektek, ugye az első videómban beszéltem erről, hogy miért műtetem meg az orromat, tényleg 98%-ban esztétikai okok miatt, tehát azért, mert nem tetszett, de páciensnél panaszokat és orrlégzési zavart okozó orrsóvény elfertülés, alsó orrkajló meg nagyobbodás és traumás ordeformitás miatt orrsóvény orrkajló korrekciót és rekonstrukciót, helyreállítást tervezünk. Úgyhogy van itt minden. És ha megmutattam nektek a másik papírt, akkor ezt is megmutattam. Hát, ha valakit érdekel, vagy kíváncsi volt a pontosabb részletekre. Na, ki látogatott meg? Mamikám! Kicsit meg van tagadva, de gyönyörű leszel. Ha neked így jobb, akkor így kell, hogy legyen. Ó, de nézd! Nem is olyan rossz! Haladunk! Beágyaztam, bár nem tudom minek, mert mindjárt jövök ide vissza. És meggyújtottam egy piros színű gyertyát, mert hogy Valentin nap van, ugye volt. Az illatát bár nem érzem, de azért na. Már nagyjából kapok, jó hát, hogy kapok levegőt, ez túlzás, de szerel az orrom. És már néha érzek ízeket, úgyhogy megkóstolom, hát ha. Igen, érzek ízeket, ez nagyon sótlan. Anyami! Még hagynom kell látni, és aztán megeszem. Nagyon finom. Jó reggelt! Úristen, szombat van, ami azt jelenti, hogy még egy hétvégét kell kibírjak a gipszel az arcomon. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert csak 2 nap is láthatom az orromat. Tök jól aludtam amúgy, már semmi bajom konkrétan nincs ezzel, akkor sem rajta maradt. Már esküszöm, megszoktam, hogy rajta van és nem zavar annyira. Mutatok nektek egy nagyon cukit. Nem édes, ez egy macskatál, de Mézinek vettem, annyira cuki. Adri hozott nekem reggelit, és érzem az ízét. Újból bevettem a konyhát, most se viszem azért túlzásba. Egy kis kókuszos thai curryt fogok csinálni. Most hagyom el először a lakást a héten. Adrikának megyünk beszuratni 2 piercinget. A migrént és a senmen. A migrént és a senmen. Itt van Mézike, mert Ati nem ért haza a munkából, úgyhogy megyünk mindketten. Végre nem én szenvedek.
megutaztatom az új orromat. Felvettem ezt a jó kis kacsamaszkot, ezt a K95-eset. Na, azonnal kiküldtek minket a Mézivel a piercinges boltból. Oké, kutya persze, piercing, szúrás persze, megértem. Nyilván a váróba lettem volna vele, és nem pedig abban a szobában, ahol a piercinget beszúrják. Itt megvárjuk. Na kicsi, mit szólsz ehhez? Oh. Ups. De ha már itt vagyunk, akkor elmondom nektek, hogy az égvilágon semmilyen fájdalma nincsen. Tök jól érzem magam, jó egy picit kimozdulni, és ezen kívül még egy napot kell kibírnom gipszben, és utána lehet majd megnézni az orromat, de amúgy kb. Már látszik, hogy milyen formája lesz. Kicsi, mi van ott, amit te meg akarsz nézni a kormány alatt? Ez mi? Túl vagyok rajta. Úgy azon gondolkozom, hogy végül is a szalomba is. Te is te tovább. 70 ezeren voltunk. 70 ezeren. De 2 négyzetméteren ott volt, hallod, annyi ember, hogy... De te nem jöhettél be a másikban. Én minden túl lett volna mindenen, ha én még bemegyek oda. Amúgy 40 percet váratták az Adit, mert forgattak. Tényleg. Tehát, hogy kiküldenek volna. Ne, ezt nem. De úgy jött felém, hogy azt hittem, hogy leüt, mondom, ne, csak ott hattam azt. Kutyát nem lehet behozni? Mézi, lebontottad volna. Végre visszatértem teljes gőzerővel a konyhába, és imádok sütni, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e rólam, nagyon-nagyon szeretek. Csináltam egy kis házi nutellát, és abból csináltam ilyen nutellás, briós kifliket. Kövessetek be az Instán, ha kíváncsiak vagytok ilyen receptes posztokra, mert oda szoktam ezeket kitenni. Na, ez az utolsó teljes nap, amikor hordanom kell a gipszet, és megengedtem magamnak egy 10 perces fürdőt, mert egész héten csak úgy az zuhanyozni szabadott, és úgy voltam, hogy vasárnap van, most szabad egy 10 perces fürdőt vennem, mértem az időt, meg Atti is beszólt, hogy figyellek, mert amúgy én nagyon szeretek fürdeni 1-2 órát is, akár fürdőbombával. Ó, és azért nem látjátok mellettem az Atit amúgy, mert külön alszunk ezen a héten, ő kint alszik a kanapén, hogy nehogy álmában megüssön, ahogy forgolódik, mert a rábi barátnőm pont így jár. Végül is engem meg a Sofika fejelt le, szóval én se úsztam meg, de emiatt külön alszunk, hogy nehogy megüsse az orromat ezen a héten. Meglátjunk hívva anyáikhoz egy jó kis, milyen pörire? Összpörire, Tomika által lőve, ugye? Nyúzva, főzve. Anyáj, egy kicsit komolyabb, én majd ezzel a jó kis kenyérrel így, mint az Ati. Tessék megkóstolni a húst is, mert megvernek benne. Volt egy ilyen jó fotó, mikor rotyogott. Mi kéne, ha volna? Maisie, adjál neki! Szép tiszta lett a hajam. Vettünk csokit az asszisztens hölgyeknek, viszkit a doktor úrnak, ugyanis most innen még lemoshatjuk az autót, és a következő utam a doktor úrhoz vezet, és leveszi a gipszem, és meglátjuk, hogy milyen lett az orrom. Most szólt nekem a Gréti aljátok, hogy ezt amúgy jó lenne, ha becsuknám. Ha nincs itt a Gréti, akkor konkrétan, hogy kell becsukni? Így megyek be. Nem látok. Na ilyen lett a kis járgány. Még egyébként nem is mutattam nektek soha Micinek az utódját. Megleptem egy ilyennel a kis autómat, hogy teljes legyen a kép, mert eddig egy ilyen volt rajta, csak egy készfertőtlenítő, úgyhogy most már végre találtam kulcstartót is. 1000 éve keresek egy szépet. Na, megjöttünk anyával. Most fogják leszedni a... Ide betérünk utána. Dehogy térünk. Most fogják leszedni a gipszemet. Most fog lekerülni a gipszem, meg kikerülnek a varratok is. Wanna tear down the curtains, let the sun shine in. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Okay, oh, I'm running out of time. I have to stay strong. Nagyon szép! Na? Ugye? Ugye? Ugye?
Életem! Megnyugodtál? Igen! És sírtál? Nem, egy kicsit. Nagyon szép. Gyönyörű. És ez még gondolom itt le fog lovadni a izére, ha... Azt mondta, hogy itt sokkal keskenyebb. Igen. Most a széles. Abszolút nem. Gyönyörű. Meg egy év kell ahhoz, hogy normálisan beálljon az orr. Bogi volt az, Instáról ismerhetitek, ő volt, aki leszervezte nekem ezt az egészet. Az értelmi szerző. Igen, hogy itt egész héten zaklatgathattam, hogy ezen az orrommal, azon az orrommal, mit csináljak, hogy csináljam, úgyhogy te voltál. Tartottam az erőt. A lelki társam. Úgyhogy kövessétek be a Bogit Instán. Nem csak azért, mert a lelki társam volt, hanem a nagyon menő fotókat csinál. Jó kis aperolos profilfotókat. Igen, nem szeretem az aperol, de én is jönni fogok. Piros az arcom, hogy rajta volt a ragasztó, de így néz ki. Nekem nagyon tetszik! Nagyon tetszik!